2014-es hivat közönség kutatási eredményei közül talán a legfontosabb, hogy a nem szegediek, tehát az idegenforgalomból érkezők aránya jelentősen megnőtt. Ha nem is értük el azt a rekordot, ami 2008-ban volt, de rögtön utána a következő eredményt 61%-kal sikerült elérni, tehát 61%-a nem szegedi a szegedi szabadtéri játékok nézőinek. Ez a diagram azt mutatja, hogy a jegybevételhez kapcsolódóan milyen összeg az, amit a kulturális fogyasztás érkező látogatók elköltenek Szeged városában, szállás, étkezés és mindenféle egyéb költéseik tekintetében. 683 millió forint az az összeg, amit a szabadtéri látogatók még elköltöttek a jegyáron kívül. A jegyárbevétel és a jegyárbevételhez kapcsolódó társaságért adó támogatás, amit szintén a szervezet gyűjt össze a piacról, az 732 millió forint, és ezt ha hozzáadjuk azt a addicionális kiadást, amely, ahogy említettem, a kulturális fogyasztás érkező látogatók költéseiből tevődik ki, akkor azt látható, hogy majdnem 1,5 milliárd az a pénzügyi nyereség, amit a szegedi szabadtéri játékok a városnak realizál, hiszen a szegedi szabadtéri játékok a város egyik legjelentősebb kommunikációs eseménye is egyben. Nagyon fontos megjelenéseket biztosít Szeged városának, már csak attól fogva is, hogy a szerzett nevében szerepel a város neve is. Kimagasló eredmény az Observer Média Figyelő jelentése alapján, közel 1,5 milliárd szintén az a reklámérték, az a médiaérték, ami a szabadtéri kapcsán Szeged számára realizálódik, ebben nem beleértve a szabadtéri által generált direkt kommunikációs kampány. Harcos Pállal kezdődik egy Verdi operával. Úgy gondoljuk, hogy ide nagyon óvatosak voltunk, azért hárít magyarokkal próbáltunk megoldani, tehát nem olyan nagy nemzetközi operát, ahol elvárható lenne egy nemzetközi sztár beépítése. Nem tudtuk, hogy ez a megfordulás hogy működik, és amikor láttuk, hogy biztonságban voltunk, akkor mertünk Gerard Depardieuhoz nyúlni. Jövőre az Harcos Pállal úgy gondoljuk, hogy 10 éve nem volt Verdi a szabadtéren, és hát Verdi hozzátartozik ugye a kedvenc operákhoz, amelyet a közönség nagyon szívesen néz. Az Harcos Pállal pedig nagyon érdekes módon 1998-ban először volt, Szegeden volt először eredeti szövegkönyvvel bemutatva. A következő hétvégén, 10-én és 11-én Szabó Magda örökérvényű regényéből készült musicalt, az Abigailt mutatjuk be Szegeden, ami egy szegedi adaptáció lesz, tehát a színpadra a átalakításokkal, hát a méretekbe való gondolkodásba, tehát egy újszerű előadást fogunk látni. 17-én, 18-án, 19-én a Mamma Mia jön vissza. A Mamma Mia, hála Istennek ez egy szenzációs évadunk volt, ez az idei, aminek a Rajzán észét a Mamma Mia vállalta, és hát tekintettel arra, hogy már egy darab jegyünk nem volt, és már átcsoltattunk állóhelyeket is, akkor kínunkban idézőjelben elkezdtük nyugati példára a jövő évi Mamma Miákat meghirdetni és árulni, és már 15%-át a jövő évi előadásoknak is eladtuk. Egy fába vágjuk a felszínket, egy Shakespeare-t hozunk ide. Próza az a 80 éves évfordulón volt utoljára, Shakespeare az több mint egy évtizede nem volt jelen. A prózával feszegetjük azért a határainkat, a lehetőségeinket olyan értelemben, hogy úgy gondoljuk, hogy egy ilyen méretű fesztiválnál de most már átlátjuk annyira, hogy bele tudunk menni olyan rizikokba, amit úgy gondoljuk, hogy értékes dolgok és fontos dolgok, amik megjelenjenek a színpadon. És ezért választottuk a tévedések vígjátékát, hiszen a különböző karaktereknek a felcserélése, a tévedések, a helyzetkomikumok egy olyan lehetőséget adnak, hogyha mi megpróbáljuk a szépen magyarul krém színészi gárdát összeverbulálni Magyarországon és szerződtetni erre az előadásra, akkor egy nagyon szórakoztató és nagyon-nagyon magas színvonalú előadást tudunk létrehozni. Legutolsó szabadtéri bemutatónk az a Nyomorultak, amelyet a Vadács Színházzal közösen hozunk létre. Ezt most rögtön mondom, hogy nem a Vadács Színház volt előadásának a szabadtéri adaptálása, hanem egy vadonatúj, teljesen koncepciójú előadás lesz.
Ez a Nyomorultak az egyik olyan, hát talán a zeneileg legértékesebb musical, ami jövőre esik pont a londoni 30 éves bemutatónak a jubileuma, és 1987-ben volt itt Szegeden bemutatva.